A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésének célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben és azokon kívül működő tevékenységekre, valamint azok közösségépítő erejére. Egy országos kezdeményezésnek az első hetén vagyunk, 2017-ben indult útjára ez a programsorozat, ami a cselekvő közösségek, illetve a közösségek hetét támogatja. Ez nem másról szól, mint olyan egyesülete, kisebb alkotócsoportok bemutatása a közönségnek helyi szinten, akikkel esetleg nem találkoznának máshogy, vagy nem is tudnának róluk, holott megérdemelnék. Az első bemutatásra kerülő egyesület a Gyulai József Dezső Amatőr Szakkör és Alkotótábor Egyesület volt, akik a Békés Csabai Gabona Múzeumban mutatták be alkotásaikat. 2008-ban alakultunk 21 fővel, és azzal a feltett céllal, hogy tanulni fogunk, és kiűzzük a gicset meg a naív stílust az életünkből, meg a megyéből, és elkezdjük megtanulni azt, amit a szakközépiskolában és főiskolán tanítanak a festészetnek a alapjairól, legfontosabb művészeti irányzatairól, elvárásairól. És elkezdtünk tanulni, szabad egyetemekre jártunk, mint magunk szabad egyetemeket szerveztünk, művészeket béreltünk fel oktatásra, tanárokat, és itt Békés Csabán a Tudásházban a Kocsis Klárával kezdtünk el annak idején szabad egyetemeket, illetve pontosabban ő szervezte, én hoztam az emberanyagot. A programsorozathoz kapcsolódott egy helytörténeti séta is, melyet a Munkácsy Mihály Múzeum a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen szervezett.